Dunda György a Détári Lajostól kapott meszt mutatja a 2017-es Ungváron lejátszott Ukrajna-Magyarország öreg fiúk mérkőzés után kapta. Azóta erekjeként őrzi otthonában. Az ungvári fiatalember 2016 óta folyamatosan jár a magyar válogatott meccseire. Most a Puskás Aréna megnyitója előtt is már órákkal a jegyértékesítő rendszer beindulása előtt ott voltunk a számítógép és figyeltük, hogy le ne maradjunk erről a fantasztikus élményről, mert úgy vagyunk vele Kárpáttaljáról, hogy amikor ott lehetünk Budapesten, a válogatott meccsén, és ott voltunk Horvátország ellen, ott voltunk Veszteren a fantasztikus két giad diadalkor, akkor a közösségi élmény, akkor a fantasztikus érzés, hogy ezt nem lehet elmondani, és újra és újra át akarja az ember ezt élni. Berekszászon a Más Világbajnokság nevű csoport követi nyomon a magyar válogatott szereplését. Ha tehetik, ott vannak minden találkozón, ettől lett más számukra a világ mi folyamatosan bérletesek voltunk az utóbbi két EB selejtezőn és a VB selejtezőn is. Minden meccsen kivéve, ha nem zárt kapus, ott voltunk. Képviseltettük magunkat, mint Kárpátai, és egy nagy, hatalmas Kárpátai zászlót szoktunk kihúzni mindig a stadion elé. Tibornak és 11 éves fiának is megvan már a jegye az Uruguay elleni meccsre. Apát sosem engedem hogy ne vigyen magával, és nagyon jó volt kint szurkolni a stadionba, hogy nézhetem a élőben a meccset, és nem bent kell ülni a tévé előtt. A agyai drukkerek másokat is szurkolásra buzdítanak. Mikor Pesten megyünk befelé, egy kis busszal szoktunk menni, általában ilyen kilencen, tehát lehúzott ablaknál, amikor a nélküledet elkezdjük énekelni, és úgy vonulunk be Pestre, hogy a többiek és a helybéliek, akik nem jönnek el a meccsre, azok is hallják, hogy mi Kárpátaljáról igenis mindent megteszünk a magyar válogatottért. 2013-ban készült ez a fénykép. A, a csoportnak más egy más tagja is van. Ő is elkötelezte magát a magyar labdarúgó válogatott mellett. Az a, a fantasztikus abban, amikor uh, 10 vagy 20 ezer ember egy, együtt szurkol egy stadionban, hogy ott uh, egymás mellett van a mi Beregszáz zászlónk, vagy Kárpátalja zászlónk, ott van mellette a Felvidék zászló, az erdélyi tehát a stadionon belül csak magyar és magyar van, nem számít, hogy ki honnan jött, hanem egy szívvel, egy lélekkel tudunk a magyar válogatottnak szurkolni. A kárpáthaljai magyar drukkerek már nagyon várják az Uruguay elleni stadionavató mérkőzést, mert ahogy mondják, a magyar válogatott a nemzet 11-e.